Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász ma hírmagazint látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Évnyitó. Ünnepélyesen megnyitotta a 2023-24-es tanévet Kovács Kristóf Áron, a Patakpart Általános Iskola intézmény vezetője ma reggel. Sétálj Budakalász, az autómentesség jegyében létrehozott városnapi programokat ismerteti a faluház munkatársa. Strandröp labda kupa. A nyár utolsó hétvégéjén a vízparton sportolással tölthettek el egy napot a résztvevők. Budakalász valamennyi nevelési oktatási intézményében ma elkezdődött a 2023-2024-es tanév. Stábunk a Patakpart Általános Iskola rendezvényén járt ma reggel. Kovács Kristóf Áron, az iskola intézményvezetőjének köszöntője után a második osztályosok zenés-verses összeállítása színesítette a műsort, amelyben a létesítménybe járó valamennyi régi diákot és pedagógust, és az újonnan érkező gyerekeket, valamint az intézményhez frissen csatlakozó új kollégákat is külön köszöntötték. Kovács Kristóf Áron beszédében arra sarkalta a felsőbb évfolyamosokat, hogy segítsék a kisebbeket, ugyanakkor bátorságra buzdította az elsősöket, hogy ne féljenek segítséget kérni a felsőbb évfolyamra járóktól. Az intézményvezető legfontosabb üzenetében reményét fejezte ki az iránt, hogy az évnyitón tapasztalt derűt az év egész során meg tudja őrizni majd mindenki. A már jól ismert Sétálj Budakalász szlogennel és ennek megfelelően lehetőség szerint az autómentesség jegyében létrehozott városnapi programokat ismerteti következő összeállításunkban Keserű András, a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési munkatársa. Az esemény főszervezője és munkatársai, illetve minden városi közreműködő szeretettel várja a kalászi lakosokat mind a 15 program helyszínen. Város megismerő sétára kapacitál a reggeltől késő estig tartó budakalászi városnap szombaton, amelynek résztvevői barangolásaik során nem csak civilekkel, vagy éppen magánvállalkozások, egyesületek és közművelődési intézmények szakembereivel találkozhatnak a különböző, de egytől egyig nagyon érdekes programokon, de városunk természeti és épített környezetét is megismerhetik közelebbről. Ez a városnap a hagyományos városnap hangulatát fogja őrizni. Annyi a különbség, hogy egy kicsit ötvözzük a Sétálj Budakalász projekt hangulatával, ami annak idején egy irányított kapacitált sétára ösztönözte a látogatókat. Ez most az a része nem lesz, mindenki teljesen önként és dalolva sétálhat végig a város 14-15 helyszínén, ahol mindenfajta korosztálynak, mindenfajta kulturális, gasztró, művészeti, sport és egyéb jellegű kézműves foglalkozások is várják a látogatókat. Ahogy ezt fogalmazni szoktuk, Budakalász épített és természeti környezetének minden szeglete gyakorlatilag érintve lesz, tehát a Lupaszigettől a Kevélyig és a Petőfi téren át a Hollóvölgyig. Nagyjából ezek a helyszínek frekventált részei, frekventált tevékenységei, intézményei, egyesületei a városnak, és ilyenkor mindenki tárt karokkal, tárt kapukkal várja a saját égisze alatt, a saját tevékenységével az érdeklődőket. Tehát mindenki a saját tevékenységének, arculatának megfelelő foglalkozással, programmal, műfajokkal várja az érdeklődőket. Zene, tánc, alkotás, sportolás, játék. Széles körű programkínálat fogadja a városnap különböző állomásaira, helyszíneire érkezőket. Minden korosztály megtalálja a neki tetsző elfoglaltságokat. A kicsiknél a játszóházzal tudom kezdeni. Idén is lesz például a tavaly nagyon népszerű közlekedési karantpark, kicsit Kressz, kicsit Dodgem. Ez nagyon izgalmas, de nekik lesz vidámpark is, és lesznek mindenfajta táncházak, koncertek, előadások, ami a kicsi korosztálytól, aztán majd a nap végéig megy korosztályilag növekedve, egészen a Rolling Stones tribute zenekarig, ami ugye az idősebb korosztályt és a fiatal rajongókat várja szeretettel. Tehát valóban minden, nemtől, kortól, ízléstől függetlenül mindenkinek próbáltunk és igyekeztünk, és szerintem sikerült is szervezni megfelelő programot. Aki tombolni kíván, az a
Délután 5:30-kor, ez második a szombat, ezt még gyorsan ide illesztem, a szurkolhat a Budakalász se csapatának, akik a Vácot fogadják. Aki elvonulni szeretne, az valóban a plener festészet csodáival ismerkedhet meg az Omszk tópartján. Aki szeretne regatta versenyen vagy tollas versenyen részt venni, az kimehet a Lupa-szigetre, de részt lehet venni mestersége bemutatóján is, lehet táncolni az apróknak. Rengeteg dolog van. Azt javaslom, hogy kövessék a honlapunkat, a Kóskároly Művelődési Ház honlapját, illetve a Facebook oldalunkat, ahol azért nagyobb kifejtése van lehetőség, ahol a bejegyzésenként minden egyes program elem ki van fejtve bővebben. Tehát ott időpontokról, időtartamokról és tartalmi elemekről is tudnak tájékozódni. A rendezvény szervezés hátterében a városnapi események előkészítésén a Faluház közművelődési munkatársai dolgoznak. A frontvonalban pedig a programhelyszíneken a házigazdák mellett önkéntesek, animátorok segítik majd a munkát szombaton egész nap. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Én nagyon remélem, hogy 13 000-en leszünk ebben önkéntesek, mert pont az a lényege a városnapnak, és el is szoktam mondani, hogy én inkább csak menedzser és koordinátor szerepben működöm itt közre, hiszen itt mindenki önként és dalolva és a saját energiáit beleadva fog részt venni, hiszen mindenki a saját helyszínén a saját házigazdaként fog saját kondíciókkal dolgozni, de valóban fognak önkéntesek is segíteni, a diákokat bevontuk, akik nagy örömmel jönnek, és mondom, minden helyszínen a saját házigazdák fognak ez ügyben mindenkit fogadni, én tényleg csak koordinálom sok esetben a programot. A Városnap szeptember 2-án szombaton kezdődik, reggel 10 órakor az Omszk tó partján Külüs László képzőművész Szabad Egyetemével, illetve párhuzamosan, szintén 10 órai kezdéssel a Gyógynövénykutató Intézet botanikus kertjében, ahol séta várja a látogatókat az arborétumban, a melegházban. A koránkelő apróságoknak tánc kezdődik 10:30-kor a Schmidt-házban, vagy választhatják a Faluház eseményét is. A Guliba társulat lép színre 11 órakor egy mesével. Csípd meg, fogd meg, eredj utána címmel, melyben György Vitéz és a kecskéjét kereső pásztor történetét meséli el Gyémánt Ádám és Máté Móric. A további programokról a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár honlapján minden részletre kiterjedő információkat találnak az érdeklődők, akik a városnapi programsorozaton részt kívánnak venni. Megjelent a Táncsics utca 1 szám alatti ingatlan hasznosítási pályázata, olvasható a budakalász.hu-n. Az önkormányzat célja, hogy Budakalász szívében üzleti hasznosítás mellett fenntartható új közösségi hely jöjjön létre. Az idei közösségi költségvetésből első lépésben az udvar és annak környezete fog megújulni. A közösségi költségvetésből zajló udvari fejlesztéssel párhuzamosan az ingatlanon elhelyezkedő épületek felújítását és meghatározott keretek közti részben üzleti hasznosítását is célul tűzte ki a városvezetés, folytatják a felhívást. Első körben az ingatlan Táncsics utcai épület részének hasznosítására vonatkozó pályázatot írta ki az önkormányzat. A városvezetés olyan vállalkozók jelentkezését várja, akik fantáziát látnak a budakalászi polgárokat megcélzó közösségi, illetve kulturális szolgáltatások, például könyvesbolt, kiállítótér, oktatási-nevelési, illetve ezeket kiegészítő szolgáltatások, úgy mint kávézó kialakításában. A pályázat kötelező eleme a helyi civil szervezetek számára biztosított helyiség kialakítása és rendelkezésre bocsátása. Az ingatlan hév felőli részén található épületek esetében, ahol elegendő tér van például sportcélú funkciók befogadására, később újabb tenderkiírás várható. A Táncsics utcai épületrész hasznosítására kiírt pályázat a város honlapján elérhető. Az ajánlatokat 2023. október 2-án 18 óráig várják. Apa-lánya, anya-fia vegyes strandröplabda kupát rendeztek augusztus 26-án szombaton a Lupa Beach-en. A nyár utolsó hétvégéjén a vízparton sportolással tölthettek el egy napot a résztvevők. A legügyesebb csapatoknak kisebb nyereményeket is kiosztottak. Szülőket és gyerekeket, barátokat és testvéreket vártak múlt hét szombaton a Lupa Beach-re egy utolsó nyári amatőr strandröplabda tornára.
Az eseményre vegyes párosok jelentkezhettek. Igazából a szervezésben vettem részt, meg a hirdetésében. Elsősorban most a Lufa Sportklubnak a tagjának a feltöltése az elsősorban a legfontosabb dolgunk, úgyhogy ezért is szerveztünk egy ilyen családi napot, ahol mindenki kipróbálhatja a strandröplabdát, megismerkedhetnek azzal, hogy a Lufán lehet strandröplabdázni, itt nem csak hobbi szinten lehet játszani, hanem edzéseket is szervezünk, úgyhogy ez nem is egy igazi kupa, hanem ez egy családoknak ilyen ismerjétek meg a Lufa strandröplabdát. És hogyan játszanak a családok? Tehát apa, fiú, anya, lánya, hogyan néz ez ki a gyakorlatban? Hogy fog kinézni a napi tematika? Hát ilyen párosokat várunk, igen, de egyébként szoktak jönni ilyenkor testvérek is, vagy csak úgy barátok, párosok, tehát ezt nem szoktuk így előre meghatározni, hogy kik jöhetnek. Nyilván ez egy ilyen családi nap jellegű játéknap, úgyhogy bárki jöhet, de nagyon gyakori az apalánya és az anyafia párosok, mert az is gyakori, hogyha mondjuk a családban az apuka röplabdázott, akkor próbálják a lányokat az irányba terelni, vagy ha az anyuka, akkor a fiúkat, úgyhogy ezt így szeretnénk elsősorban így kihasználni is, hogy így egy családi nap és egy sportnap is lehessen így nyár végére. A Lupatónál harmadik alkalommal tartottak családi napot, de családoknak szóló vegyes strandröplabdakupát most először rendeztek. A csapatok a pályán megmutathatták tehetségüket és összehangoltságukat. A részvétel azonban nem csak a sportról szólt, hanem a családi kötelékről és a közös élményekről is. Délutáni kezdéssel számoltunk a hőség miatt, úgyhogy ezért csúszott is a délelőtt. Igazából vizet osztunk, azt mindenképpen az nagyon fontos, hogy nehogy itt kiszáradjon valaki a játék közben. Egyébként a lelátók olyan délután 4-5 óra fele már egész árnyékosak, úgyhogy oda is lehet ülni, vagy ugye a pálya körül itt a vendéglátóegységekben vannak olyan helyek, ahol le lehet ülni, és akkor árnyékból egy limonádé mellől lehet nézni a meccseket. Úgyhogy mi mindenképpen egy jó eseményre számítunk. A legügyesebb párosok kisebb ajándékokat nyertek, például családi belépőt vagy pályafoglalási kedvezményt. A rendezvény célja az volt, hogy népszerűsítse a Lupa sportolási lehetőségeit. Hát a sportélet megszervezése itt a Lupán az elsődleges, ugye nagyon sok rendezvénysorozatnak és sportrendezvénynek adunk mi helyszínt, úgyhogy szeretnénk egy kicsit sajátot is építeni, hogy igazából az a célunk, hogy legyen egy lupás párosunk minden sportágban, vagy minden szakosztályban, amiben jelen van a Lupa Sportklub, mert azért az elég jó élmény lenne, hogy egy lupás párosnak tudunk szurkolni itt mondjuk egy országos bajnokságon, úgyhogy most elsősorban ez a feladat, hogy utánpótlást, amatőrt és felnőtt csapatokat, párosokat tudjunk ide bevonzani. A strandröplabda szezon májustól szeptember végéig tart a Lupán, amennyiben azt az időjárás is engedi. Addig is mindenkit szeretettel várnak a Lupa Beachre, a kis strandolásra és egy kis sportra vágyik. Végül a várható időjárásról. Szombaton sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás 27-32 fokos maximumokkal. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar a délutáni órákban. Itt élénk, zivatarok idején erős, viharos lehet a délnyugati szél. Vasárnap egy hideg front hozhat több felhőt, és záporok, zivatarok kialakulására is számítani kell több tájegységünkön. Az északnyugatira forduló szelet élénk erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 30 fok között alakulhat. Hétfőn és kedden aztán ismét a napsütésé lehet a főszerep, 22-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. Ünnepélyesen megnyitotta a 2023-2024-es tanévet Kovács Kristóf Áron, a Patakpart Általános Iskola intézményvezetője ma reggel. Az autómentesség jegyében létrehozott városnapi programokat ismertette a faluház munkatársa. A nyár utolsó hétvégéjén a vízparton sportolással tölthettek el egy napot a strandröplabda kupa résztvevői.
Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb, hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Kultúrcseppek című magazin műsorunk, amelyben a múlt pénteki nemzetiségi estről készült összeállításunkat tekinthetik meg, majd a Concordia olvasókör évad nyitó foglalkozásában nyerhetnek bepillantást. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a www.szentendre.media.hu per TV Budakalászon. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők között értesüljenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!